Közel 300 millió forintból a Siklósi Kórház újabb szárnyai újult meg egy projekt keretében. Ennek a projektnek a zárásáról tudósítjuk most nézőinket. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégeinket, a kórház tulajdonosainak képviselőit, igazgató urat és minden kedves dolgozónkat. A Siklósi Kórház non-profit Kft. Struktúra és funkcióváltás támogatása a járó és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével Siklóson, TIOP 226 12.1b 2013 0030-as számú pályázat záró rendezvényén. Tavaszi szél vizet áraz, virágom, virágom, minden madár társat választ, virágom, virágom. Hát én immár kit válasszak, virágom, virágom. Te engem esén tégedet, virágom, virágom. Bújjunk egymás árnyékjába, virágom, virágom. Bújjunk egymás árnyékjába, virágom, virágom. Fecske Csaba, Habcimás. És jött a nátha, és azt mondták, hátha, és azt mondták, talán, és azt mondták, lehet. Ez egy gonosz bacillus, mást mit tehetnénk most? Hívassunk orvost! És futott a doktor egyszer és sokszor, és tablettát nyeltem, és cseppeket nyeltem, és nézték a torkom, és nézték a nyelvem, hogy talán, hogy hátha. Előkerül a látva. Hát cí! Hint a katica, német asszony bajca. Hint a katica, német asszony bajca. Katalina, Katalina, szájjel, szájjel. Jönnek a törökök, sós kútba tesznek, onnan is kivel. Mindenek előtt engedjék meg, hogy megköszönjem a meghívásukat, ezen túl Mácsoljon Dr. Zombor Gábor egészségügyért felelős államtitkár úr üdvözletet és jó kívánságot önöknek. Államtitkár úr szeretett volna személyesen is részt venni a mai ünnepségen, sajnos azonban kötelező programjai végül úgy alakultak, hogy engem kért fel egyenesen esemény az államtitkárság képviseletére. A nevében is szeretnék ezúttal néhány gondolatot megosztani önökkel. Bár Siklós várának szerepe a magyar történelemben talán a kora középkorban a tatárjárástól a mohácsi vészig volt a legjelentősebb. Meggyőződésem, hogy legtöbb honfitársunknak mégis a Rákóczi szabadságharc, pontosabban a Tenkes kapitányának története az első, ami a névről eszébe jut. Visszatekintve a cselekményekre, a történet tanulsága számomra mindig is az volt, hogy erős jövőképpel, megtörhetetlen kitartással és józan a körülményekkel számoló tervezéssel mindig el lehet érni a céljainkat. Lehet, hogy lassan lépésről lépésre, vagy újabb és újabb terveket kieszelve, de igenis eredményesek lehetünk. A Siklósi Kórház története is némileg ugyanezt az üzenetet hordozza.
Az intézmény infrastruktúrájának körszerűsítése, az épületek bővítése, a külső pavilonok megszüntetésével járó tömbösítési folyamat a TIO 213 uniós projekt keretében indult meg 2009. januárjában, a fejlesztés azonban tudtommal korán sem volt zökkenőmentes. Habár a projekt keretében biztató folyamatok indultak el, ugyanakkor a megoldott problémák helyett egy sor új kérdés, új feladat vetődött fel. A kórház vezetése azonban nem elégedett meg a félmegoldásokkal, és megkereste a módját annak, miként lehetne valóban korszerű, megfelelően felújított és modernizált intézményt létrehozni. Ennek a célnak volt eszköze a most záródó TIO 221B projekt, melynek keretében közel 300 millió forintot tudott az intézmény a korábban megkezdett felújítások bevezetésére, illetve befejezésére, bocsánat, egynapos sebészet fejlesztésére, az eszközpark, illetve a bútorok megújítására fordítani. Ennek részleteiről majd talán később még bővebben hallhatunk. Zárásként engedjék meg, hogy a tenkes kapitánynak történetéből még egy nagyon fontos tanulságot megemlítsek. A sikernek ugyanis nem csak a céltudatosság, a kitartás és a tervezés volt a kulcsa, legalább ennyire fontos volt az összefogás is. A nehézségek azért voltak legyőzhetők, mert a megoldásukból mindenki kivette a maga részét. Egymásra figyelve, egymást támogatva, egymásért felelősségét vállalva tette a dolgát mindenki, rangra való tekintet nélkül. Meggyőződésem, hogy a mai sikernek, a most záródó projektnek is fontos alapja volt az összefogás, és ez lesz a kórház további sikerének kulcsa is. Ha sikerül együttműködve, a lakosságért felelősséget vállalva, a lakossággal összefogva működni, akkor ez az intézmény még nagyon sokáig fogja szolgálni az itt élők egészségét és biztonságát, és nagyon sokáig lesz a büszkeségük forrása is. Kívánom tehát, hogy a most megnyíló, felújított intézmény, illetve a benne folyó szakmai munka hozzon a benne dolgozó valamennyi munkatársnak méltó megbecsülést, valamint szakmai és emberi sikereket, az itt élőknek pedig egészséget, biztonságot és közösséget összetartó értéket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Hűséges nézők azok már megszokhatták, hogy a Siklósi Kórházban időről időre projekteket adnak, hát most is egy ilyen projektnek a zárásán vagyunk itt. Ez milyen projekt volt? Igen, ez egy felújítás és bővítés projekt volt, egy TIOP-os pályázat keretén belül 300 millió forint értékben kaptunk 100%-os EU-s támogatást. Ez egy emeletráépítés és egy szárnak két emeletének a felújítása és egy lift korszerűsítés készült most. A megnyitóban is elhangzott az, hogy közel 40 ezer embernek az ellátását biztosítja a kórház. Mennyiben jelent ez változást? Tehát milyen fejlesztések voltak azok nagy vonalakban? Igazából itt egy része a kórház minőségének és a betegellátás színvonalának a javításáról szólt. Itt a felújításokra gondolok, a kórház belső kórtermeinek a felújítása történt meg, teljesen új, korszerű mosdóval, WC-vel, akadálymentesen ellátott kórtermek kerültek kialakításra. A másik része pedig eszközbeszerzés volt, amivel az aktuális egynapos sebészet és a különböző vizsgálatoknak a minőségét és a gyorsaságát tudják javítani a kórházban. Mekkora intervallum volt, tehát mikortól meddig tartott a projekt, most van a zárása, mikor kezdődött? A szerződés aláírása 2013. decemberében történt, maga a projekt megvalósítása az 2014. áprilisában kezdődött meg, és most március 26-án az építési munkákat befejeztük, az eszközbeszerzés pedig befejeződött a múlt hónapban. A megnyitóban az is elhangzott, hogy ez nem az utolsó projekt volt. Vannak-e olyan előkészületek, amelyek esetleg tovább viszik ezt az egészet? Én nekem még tudomásom nincsen újabb projektről, szándék mindenképpen van a vezetés és a tulajdonosok részéről, hogy tovább kell fejleszteni a kórházat, de még konkrét pályázat nincsen. Egy újabb projektzáráson vagyunk itt a Siklósi Kórházban. Egy közel 300 milliós projekt valósult most meg. Szakmai igazgatóként, ahogy látod, a szakmai munkát mennyiben fogja megkönnyíteni ez a beruházás? Jelen beruházás nagy mértékben megkönnyíti szakmai munkánkat, hiszen a kor követelményeinek megfelelő modern kórház valósulhatott meg. Mindenképpen az osztályok olyan
olyan helységekkel egészültek ki, amelyek az ápolószemélyzet munkájához nagyban hozzájárulnak, megkönnyítik, illetve a betegek komfortérzete nagyban javulhat, nem beszélve arról, hogy sikerült olyan közösségi tereket kialakítanunk, ahol a betegek, illetve a látogatók is jól érezhetik magukat. Egész pontosan milyen fejlesztések voltak ezek? Egy nagyon röviden föl lehet ezeket sorolni? Hát röviden felsorolva a jelen szakmai fejlesztést, kórházunk egy új épületszárnyal bővült, aztán felújítottuk, bővítettük a meglévő épületeket, szakmai profilbővítést hajtottunk végre, megjelent az urológiai szakrendelés, ezen kívül átstruktúráltuk meglévő járóbetegellátásunk, a diabetológia óraszámát 5 órával, heti 5 órával növeltük, illetve az egynapos ellátások keretében sikerült szakmai profilbővítést végrehajtani, és az urológiai egynapos sebészeti beavatkozásokat bevezettük. Én azt gondolom, ez mindenképpen egy jó hír a térségben élő közel 40 ezer embernek, hiszen itt akkor most már egy a mai kor ellátás, mai kornak megfelelő ellátást kaphatnak, akik ide jönnek. Mindenképpen, hiszen a siklósi kistérségben élő lakosságnak egyenlő esélyei lesznek azokhoz a lakosokhoz viszonyítva, akik a nagyvárosokban élnek, tehát itt komplex, illetve sokrétű ellátásban részesülhetnek.